Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai víkendben bebarangoljuk a megyét. Ellátogatunk Máté Szalkára, Nagykálóba, Nagyarba és Szabolcsba is. Először azonban a világot táncoljuk körbe, még ha csak képletesen is, hiszen hamarosan Szalsza Latin utcaván lesz Nyíregyházán. A témával kapcsolatban vendégünk Kissner Krisztián. Szia Krisztián, jó estét! Kész csak, örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen! Hát ugye egy tánctanár számára nincs nagyobb öröm, mint amikor gyakorlatilag olyanokat is megfertőzhet a tánc örömével, akik lehet, hogy ha nem csöppennek egy ilyen rendezvény kellős közepébe, akkor nem is merészelnek táncolni, hiszen azért nagyon sokan, én magam is ilyen vagyok, hogy folyamatosan kívülről, szinte kívülről látom magam, és nagyon kritikus is vagyok, úgyhogy ahhoz valami hihetetlenül jó hangulatnak kell lenni, hogy merjek táncolni, de én azt gondolom, hogy ez a bizonyos est, amit itt szerveztek, ez a Szalsza Latin utcabál augusztus 12-én, ez pont egy ilyen este lesz. Reméljük, hogy egy forró nyári éjszaka, mert ugye az elengedhetetlen a karibi hangulathoz. Mesélj egy kicsit, Krisztián, mit terveztek, milyen lesz a jövő hétvége Nyíregyházán? Gyakorlatilag ennek az estének pontosan ez a célja. Tehát pontosan az a célja, hogy megmutassuk a táncot, megmutassuk a táncosok közösségét olyan embereknek, akik lehet, hogy pontosan így csak így kacérkodnak ezzel a dologgal, és kacsingatnak rá, hogy na de jó lenne egyszer, talán ha én is úgy tudnék táncolni, és észre fogják venni, akik esetleg ellátogatnak erre az estére, hogy azok az emberek, akik ott pörgetik, forgatják a lányokat vagy a srácokat, pontosan ugyanolyan emberek, mint ők. Korosztályban, minden szinten. Tehát szeretnénk közel vinni az emberekhez ezt az életérzést, ezt az érzést, amit a tánc jelent. Nyilvánvalóan, ahogy már beszélsz róla, abból is látszik, hogy az, akinek az élete gyakorlatilag a táncban telik, vagy a tánc körül mozog, az lehet, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb, vagy optimistább, vagy boldogabb ember lesz. Biztosan vannak kutatások arra vonatkozólag, hogy milyen élettani hatásai vannak a táncnak, azon túl, hogy azért egy kicsit az ízületeket, illetve hát az izmokat nyilvánvalóan maximális kordában, vagy formában tudja tartani. Rengeteg ilyen van. Alapbiológiai reakció, például az, hogy endorfin termel, ami ugye egy örömhormon, ez automatikusan megjelenik az érzelmeinkben abban a pillanatban, hogy elkezdünk táncolni. Ez egy teljesen az ősemberből eredeztethető, teljesen automatikus folyamat a mai civilizált emberben is. És természetesen azon kívül, hogy ilyen érzelmi és ilyen nagyon, nagyon jó hangulat tud okozni, és ilyen nagyon jó érzelmi reakciókat, attól függetlenül a táncot klinikai gyakorlatban is használják terápiás eszközként. Tehát például engem is kerestek már meg nagyon-nagyon sokszor idős otthonok, ahol Alzheimer, illetve Parkinson kórosokon kellett volna segíteni táncterápiás eszközökkel, és ahogy telik az idő, ahogy mindenki egyre fiatalabb lesz, ugye? Úgy egyre fontosabbá válik a mozgáskoordináció, az agyunk, a koncentrációnk, a fókuszálási képességünknek a fissenytartása, és ebben a tánc szerintem semmi más nincs, ami jobban tudna segíteni. Egy magyar származású neurológus doktornő egyébként írt is egy könyvet, azt hiszem, hogy Dió és Tangó címmel, pontosan, vagy Tangó és Dió, nem tudom, igen. Igen. Tehát valóban ezt sok helyen használják. Ugye a szalsza, illetve a latin-amerikai táncok azért nagyon sok emberben egyből a szerelem, a szenvedély, a hódítás élményét idézik fel, tehát úgy gondolom, hogy ott ilyen nagyon-nagyon mély temperamentumos dolgokat lehet megélni, szinte mindenki táncolható, ugye, ami az emberi érzelem, mondhatjuk abszolút. Ezt abszolút. És ugye mindenki megéli ebben a saját élményét, illetve a saját személyiségét. Azért szép a tánc, illetve ezek a táncok, ezeket ugye úgy hívjuk, hogy improvizatív táncok, ami azt jelenti, hogy itt nincsenek előre begyakorolt koreográfiák. Tehát szépen ez egy kommunikáció. De azért lépések vannak, ugye? Lépések vannak. Alaplépések? Igen, alaplépések vannak, bár az sem minden táncban, mert például az argentin tangónak konkrétan nincs alaplépése, tehát az abszolút kommunikáció és abszolút együtt mozgás a partnerünkkel. Lehet azt mondani, hogy nem is kell hozzá tudni táncolni, csak elegendő az, hogyha annyira szenzitív vagy, és rá tudsz hangolódni a partneredre, és engedett például magad követni, akkor mondjuk, hogyha én egy profi argentin táncos táncolnék, és eléggé befogadó vagyok, akkor nagyon jól táncolok. Mondhatjuk ezt? Abszolút.
Abszolút. Akkor ezt ki kellene próbálni itt augusztus 12-én, ugye? Minden további nélkül lehet, lesz a lehetőség, főleg azért is, mert ezen a rendezvényen ott lesznek a tánciskolánknak a tanára is, és mi fogunk szervezni a szabad táncok és a zenék mellett ilyen kis rögtönzött, ilyen kis mini oktatásokat, ahol pontosan ezt szeretnénk. Ez hogy szuper. Valaki, aki csak ott van, és csak azért jött ki, hogy körülnézze, hogy mégis mi történik itt, és mégis mi ez a világ, akkor legyen lehetőség arra, hogy azért valaki megfogja a kezét, még ha képletesen szólva is, megfogja a kezét, és egy kicsit belevezesse ebbe a világba, és rájöjjön arra, hogy hát nem is olyan ördöngösség ez is, hogy az neki is menni fog. Gyakorlatilag augusztus 12-én éjszaka mindenki felfedezheti magába a profi szalsza táncost ezt is abszolút akár. Így fog történni. A másik dolog, ami pedig eszembe jutott, ugye ma mindenki arról panaszkodik, hogy nincs lehetősége a fiataloknak ismerkedni, nincsenek olyan terek, nincsenek olyan fórumok, hát ugye itt húsvéremben embereknek kell találkozni, tehát azért ezt nem lehet megúszni online kapcsolattartás formájában, bár nyilván a Covid alatt akár erre is volt lehetőség, hogy így tanuljanak táncolni, de hát azért ez mégiscsak úgy jó a helyszínen. Ez pontosan így van. A táncnak pontosan a lényege vészel, hogyha nincs személyes kontaktus a párunkkal és a partnerünkkel. Tehát lehet mozogni zenére, de a tánc az attól lesz tánc, hogy nekem ott van a partnerem, aki nem feltétlenül mondjuk adott esetben az életben is a partner. Nem. Ettől függetlenül ez lehet egy nagyon kellemes közös élmény, de ez teljesen így van, hogy ezekben a közösségekben nagyon-nagyon gyorsan kialakulnak azért ezektől mélyebb érzelmek is, tehát a mi tánciskolánkban is rengeteg házasság szövődött már, nagyon sok baba született azért, mert ezek a párok ott találkoztak a táncórákon vagy a partikon. Krisztián, hogy lesz ez itt Nyíregyházan? A művelődési ház előtt lesz ez a rendezvény, 7 és este 10 óra közé hirdettétek, tehát lesz gondolom bemutató része is, illetve amikor már mindenki egy picit oldottabb, akkor be lehet kapcsolódni. Pontosan. Van valamilyen korrekt forgatókönyve az eseménynek? Tehát, hogy mindenki azért legyen már ott 7 óra előtt? Vagy Nem feltétlenül. Tehát ez egy kötetlen, inkább ilyen buli hangulatú dolog lesz, ahol azok a táncosok, akik különböző, nem csak a mi tánciskolánkban, hanem itt a környékbeli tánciskoláknál tanultak táncolni, vagy tanulnak éppen most táncolni, van lehetőség egy kicsit jönni, szórakozni, kikapcsolódni, ráadásul ez egy nagyon kellemes közegben, szabad téren, jó időben tehetjük jó meg. Mellett. Jó zenében, igen, tehát mi készülünk komoly hangtechnikával, mindennel, hogy azért az ott tényleg olyan élményt adjon, amire azt gondolom, hogy érdemes lesz eljönni, és ebbe bele fogjuk csempészni, bár például Debrecenben már nagyon sok ilyen utcabált csináltunk, tehát már évek óta megy ez a programsorozat, minden nyáron 2-3 ilyen rendezvényt csinálunk, és azt tapasztaljuk, hogy egyre kevésbé van arra szükség, hogy mi mozdítsuk meg ott az embereket, ott aztán tényleg pici, nagy, 5 évestől kezdve az nyugdíjasok is felállnak, táncolnak, úgy, ahogy látják, úgy, ahogy sikerül, de nem arról szól, és nem zsűrizi senki, ez csak arról szól, hogy érezzük jól magunkat, és szórakozzunk egy kicsit. Na hát én nagyon bízom benne, hogy itt Nyíregyházán is sikerül elvarázsolni a közönséget, és megteremteni egy olyan hagyományt, aminek lesz majd folytatása akár évente több alkalommal is. Szóval latin táncest, latin szalsza utcabál itt Nyíregyházán augusztus 12-én este 7 és 10 között a művelődési ház előtti tér, azt hiszem, hogy egy nagyon forró hangulatú táncparketté avanzsálódik majd. Krisztián, köszönjük szépen, és reméljük sokan lesztek. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a weekend következő állomása Szabolcs, ahol szombaton stábunk a Szabolcs vezér ünnepén vett részt. Szabolcs, a nagyvitézségű férfiú szemrevételezett egy tiszamenti helyet, majd amikor közelebbről megismerte előnyeit, úgy vélte, hogy várépítésre különösen alkalmas lenne. Miután társaival együtt döntést hozott, az egybehívott szolganéppel nagy árkot ásatott, és egy igen erős földvárat építetett, amelyet ma Szabolcsnak hívnak, írja a korabeli krónika. Ide érkezik zeneszó kíséretében a felvonulás egy közös emlékezésre. A keleti gyepű harcosai a korra jellemző viseletben érkeznek a koszorúzásra.
csatakiáltás után tovább indul a menet, hiszen a rendezvénytéren hamarosan kezdetét veszi egy igen különleges szertartás. A gyepűharcosok vezérfogadása. Áldás, áldás, áldás. Őseink dicsőségére! Húj, húj! Az íjászok sortűzével kezdetét veszi a verseny. A keleti gyepű a jelen világunkban három megye íjászait fogja össze, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar és Zemplén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye íjászait fogja össze, természetesen azokat az íjászokat, akik a gyepű céljaival egyetértenek. Mi a gyepű célja? Mindenképpen a hagyományőrzés, eleink dicső múltjának a megjelenítése, törekszünk a hitelességre, hát nem véletlenül van rajtam ez a Lánting is, vagy ez a pécsi sisak, Pécsen találták ezt a honfoglaláskori sisakot, tehát igyekszünk haladni azokkal a forrásokkal, amelyeket a régészek, tudósok, akik ezzel foglalkoznak, általában számunkra eljuttatnak, és ezekből a forrásokból mi a hitelességet megpróbáljuk megjeleníteni. Nyilván itt hétvégi íjászokról beszélünk, akik a saját pénzükből, a saját szabadidejükből tartják fel ezt az egész kulturális kört, mondjam így. Tehát nem tudunk úgy haladni, mint ahogy szeretnénk, de én azt gondolom, hogy mivel hétvégente találkozunk, ez is egy óriás eredmény, hogy itt tartunk, ahol most jótákkal rendelkezünk, rengeteg örömi íjász van, aki szívesen tölti itt az idejét, például most itt Szabolcsban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb mondani való ennek a mai napnak, hogy olyan emberek találkoznak itt, akiknek ez a 10. század és környéke nagyon fontos, és ebben szeretnek élni, mozogni, és a mai nap is ezt próbáljuk itt azoknak a ide látogató embereknek megmutatni, akik gyakorlatilag, talán mondjam azt, hogy miattunk jöttek most ki ide Szabolcsba. Amikor az ember itt szétnéz a rendezvénytéren, azért nem mindennapi embereket és nem mindennapi viseleteket lát, hogyha rajtad is megnézzük, ugye gyönyörű bőrdíszműves munkák, és hát az íjászkodás. Mesélsz nekünk egy picit erről a sportról? Nálunk itt a keleti gyepűbe nem feltétlenül elsődleges a sport, nálunk az elsődleges maga a hagyományozás. 9.-10. századot próbáljuk megjeleníteni, és mivel ugye az egyik legfontosabb harci eszköz az íj volt, így mi az íjászatot követjük, tehát követjük, tanítjuk, próbáljuk, versenyzünk hétről hétre, főleg így tavasztól késő őszig, szinte minden héten valamelyik településen, városban megjelenünk, és rendezünk egy hagyományozó íjászversenyt. Mi merevszarú visszacsapó íjjal íjászkodunk, de itt is ragaszkodunk a tradícióhoz. Tehát itt az országban bárhol szétnézünk, nagyon-nagyon sok íjász egyesület van, de mi a keleti gyepű ragaszkodunk úgymond a hagyományokhoz, tehát kimondottan magyar íjakkal íjászkodunk. Itt most sorolhatnám, van tatár, török, sokfajta íjat ismerünk, de mi ugye a régészeti leletek alapján feltárt íjak maradványaiból rekonstruálták, hogy nézhetett ki a valójában a magyar íj, és mi ezt elkészítettük. Vannak az íjászaink között íjkészítőmesterek, akik mondhatni profi módon készítenek íjakat. Szép bőrműves ruházatunk van, vagy öveink, bármink. Na most ezt el kell mondjam, hogy itt keleti gyepünk belül nem csak az íjászat, hanem a népi mesterségeket is megtanultuk nagyon sokan. Úgy a bőrművességet, a nemezelést, tehát minden olyan szakmát próbáltunk fel eleveníteni, megtanulni, amit ugye a 9.-10. században használtak. Speciál, most öndicséret, gyalázat, ezeket a bőr dolgokat, amik rajtam vannak, ezeket természetesen én készítettem. Autodidakta módon megtanultuk 11 néhány évvel ezelőtt a bőrművességet, rajtam kívül még nagyon sokan, és elkészítettük magunkat. Tehát tulajdonképpen, ami öltözékünk van, fegyverzetünk van, az mind saját kezülek készültek, mi boltban nem megyünk vásárolni. Mi azt valljuk, hogy ha már egy este úgy fekszünk le, hogy egy olyan embernek megmutatjuk az íjászat szépségét, akkor már boldogan fekszünk le, hisz tudjuk, hogy továbbadtuk valakinek
őseink által használt dolgot, vagy esetleg viseletet. De van lehetőség rá, ugyanis mindenhol heti rendszerességgel vannak edzések, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok gyerek érdeklődik iránta, és persze tanítjuk, ami nem feltétlenül az íjászatról szól, hanem akár a viselkedésről. Tehát egy rendszert viszünk az életükbe, és fegyelemre tanítjuk őket. Régóta kutatom azokat a lakhatási módokat, amelyek eltérnek a szokásostól. Így hát örömmel vettem, hogy beinvitáltak minket egy, mint megtudtam, mongol jurtába, melyet pontosan ilyen vagy nagyobb változatban szálláshelyként bérelhetünk az ország különböző tájain. Manapság viszont az sem ritka, hogy egy család életvitelszerűen választja otthonául ezt az alternatívát. Amikor bejöttek őseink a Kárpát-medencébe, a klíma megváltozott. Amíg keleten sokkal kevesebb csapadék van, szárazabb az idő, és a legeltetéssel foglalkoztak, addig a jurtát fölállították, lebontották, elmentek arrébb, amikor az állatok lelegelték a területet, fölállították, és akkor így haladtak tovább, tehát ez volt az állattartásba. Amikor a Kárpát-medencébe bejöttek, itt azért évente többször sarjad újra a fű, és nem volt szükség erre a téli-nyári szállásváltásokra, meg az állatokat, hogy kísérjék a legeltetés véget, meg több a csapadék, és a nemez borítás az azért, mikor megázik, akkor az egy idő után megszívja magát, büdössé válik, szétfoszlik, és nem igazán volt élhető a jurta. Na most napjainkban ez már azért a modern anyagokkal megint előtérbe tör, és igen sokan még fiatalok között is kiköltöznek jurtába. Milyen jurtában állunk most itt pontosan? Most ebben a jurtában egy mongol típusú jurta van. Középen látszik a két istenfa, ami a tündököt tartja, és minél nagyobb egy jurta, annál jobban alá kell támasztani, mert egyébként a maga a vász szerkezet öntartó, önhordó, de azért, amikor már egy 10 méter környékét elér a jurta, akkor onnantól kezdve meg kell tartani a tetőszerkezetet is. Korábban őseinknél úgy a lakásnak, tehát a jurtának, jurtnak ki, hogy nevezi, belső szabályzata volt, méghozzá úgy, hogy ahogy az ajtón belépünk, attól bal kézre eső rész a férfi oldal, a ajtótól jobbra eső oldal a női oldal volt. Az ajtóval szemben a főhely, a díszhely az a családfője és a feleségéé, és a családfő mellett jobb oldalt, ott pedig a díszvendég foglalt helyet, hogyha a jurtában leültek. A világ legrangosabb gasztronómiai versenye a Bocuse d'Or. A zsűri a 8 legjobb hazai szakácsot választotta ki a szeptemberi selejtezőre, hogy aztán a magyar döntőbe, majd az országot képviselve az európai döntőbe juthasson. Köztük van Kelemen Roland is, aki ma este vendégünk. Szia, jó estét! Jó estét kívánok, szia! Nem csak vendégünk vagy, hanem egy kicsit a miénk vagy, hiszen Nyíregyháza egyik impozáns szállodájában vagy séf helyettes már egy jó ideje, és ugye ráadásul mondhatjuk azt, hogy te most már rutinos versenyző vagy, vagyis ebben a versenyben is rutinos versenyzőnek számítasz. Milyen tapasztalatokat tudtál most összpontosítani vagy kamatoztatni már mondjuk itt ebben a felkészülési időszakban? Hát ilyenkor, amikor felkészülök, igazából magamat is tréningeztetem. Én az előző versenyekből is inspirálódok, amit sikerült összeszednem magamnak, és különböző felkészítő segítséggel, vagy maga a séf úr, aki van nálunk is, segített ebben. Közben az is olyan is közel játszódik, mikor valaki felkészül és kijut erre a nagy versenyre, van lehetőség ott mondjuk betekinteni, felmenni, megnézni, ez Budapesten történik a felkészülések, és ott is tudok segíteni, bekészülni, akár takarítani, mosogatni is. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ugye minden fázis hozzátartozik ahhoz, hogy a végén a nagy egészben megszülessen maga a remek mű, ami aztán ugye a legtöbb esetben a vendég, vagy akár itt a szakavatott zsűri elé kerül, és hát ma már
szinte egy átlag néző is annyira ki van képezve, mert nagyon sok ilyen műsort látunk a televízióban, mondjuk 30-40 évvel ezelőtt szinte nem is volt ilyesmi, de most már mindenki egy kicsit profinak gondolja magát, lehet, hogy ez még nehezebbé teszi a dolgot, nem? Vagy te hogy éled ezt meg? Hát igazából véve én próbálok magamnak egy visszacsatolás, hogy én mennyire vagyok jó mesterszakács. Idén tettem le a mesterszakácsi címet, és ezzel is akarom magamnak bizonyítani, hogy van értelme ennek, hogy én ezt megcsináltam. Nem csak főzők, de bent azért sokat kell irányítani, ezáltal én is össze tudok magamnak rakni egy olyan menüsort, úgymond, ami egy nemzetközi verseny is megpróbáljon megállni a helyét. Uh-huh. Szeptemberben lesz ugye a selejtező, vagyis a magyar döntő, és utána pedig 2024 tavaszán lehet képviselni majd az országot Norvégiában, ott lesz az európai döntő. Ugye te két alkalommal második helyezést értél el a magyar döntőben, és 2020-ban pedig két külön díjat is elhoztál, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy most nagyon jók az esélyeid, bár én azt gondolom, hogy így teljesen elbízni az ember nem meri magát, hiszen ki tudja, hogy kik azok, akik időközben felnőttek. Most milyen, lehet-e valamit arról tudni, hogy most mit fogsz készíteni, vannak-e már elképzeléseid, egyáltalán elárulható ez mondjuk a kameránk előtt? Ez ilyenkor lesz a titkok nálunk, ilyenkor nem posztolunk ki róla semmit. Ez majd ott a elődöntő, igazából véve, hogy amire most megyünk, ez egy kis elődöntő, majd utána lesz majd a döntő, ami majd valószínű, hogy október vége felé lesz megrendezés. Hát ez ilyen kulisszatitok, ezt most sajnos nem mondhatom itt adásba. Arról mesélj egy picit, hogy mondjuk hogy fog kinézni az elődöntő, ugye ezt tudod, hiszen már voltál ilyenen, tehát mennyi időtök van ott elkészíteni az ételt, vannak-e nehezítő körülmények, tudtok-e egymással beszélni, vagy egyáltalán ilyenkor nézed-e a többieket, vagy csak a saját művedre koncentrálsz, hogy működik? Hát ez úgy működik igazából véve, hogy van egy konstrukció, amit nekünk megadnak, egy feladat, le van írva nekünk pontról pontra, mit mindenki szabad, ugyanazt. Mit nem szabad, így van. Ez le van nekünk szabályozva, hogy van most egy a témánk a lazac, egy norvég lazac, és ebből kell feldolgozzuk majd egy egész teljes egészében ezt a filét. Ezt ugyanúgy kiszálkázni, bőrözni, vagy akármi, abból is csinálhatunk valamit. És ez úgy működik, hogy amikor ki vagyunk ilyen boxokba téve, egy kis konyhákba igazából véve, és ott mindenki saját magának koncentrál a saját dolgára, nincs idő közben átkukucskálni, hogy mi újság van a másik boxba. Hogy mi fő a másiknak egyszer-kétszer a fazekába. Át tudunk nézni, de mert hogy egymás szemben is vannak boxok, de nem igazán tudunk olyankor, meg a végeredményt szoktuk látni. Szerintem az jó is, hogy nem stresszeled magad azon, hogy esetleg a másik már egy picit jobban áll időben, vagy elég, hogyha tényleg az ember a saját főztjére koncentrál. Amúgy ugye itt nyáron még az is megpróbál a főzéssel egy picit ügyesebbé válni, aki korábban nem főzött rendszeresen. Nem tudom, hogy neked mi a kedvenc nyári ételed, vagy hogyha időd engedi, akkor otthon mit készítesz? Hát az van idő nem sokat egyet? Szokott engedni. De úgy kedvenc ételem nincs igazából. Mikor hazamegyek, örülök, hogy gyorsan eszek valamit. Otthon már annyira nem szoktam főzni, de a legtöbb időt itt töltöm. És mi a tapasztalatod a vendégek tekintetében? Van olyan, hogy mondjuk egy-egy időszaknak megvan a maga kedvence? Vagy hogy általában azt kérik, vagy több fogy abból? Hát ez megint szokás, vagy mennyire vagyunk magyarok, ez megint emberfüggő igazából. Itthon Magyarországon inkább ezek a megszokott, az a rántott hagyma, burgonya kombó, ez nagyon imádott. A külföldiek szeretnek egy kicsit márba belenyúlni, ezek a bélszín, ezek a nagy húsok, változó igazából véve nálunk nagyon. Akkor mindenben profinak kell lenni, mondhatjuk azt, ugye? Próbálkozunk. Nos, hát mi pedig nagyon-nagyon szorítunk neked, mert nagyon bízunk abban, hogy most is ügyes leszel, és nagyon szép dolog lenne, hogyha sikerülne nem csak egy második helyezést, hanem akár egy első díjat, vagy egy ilyen különleges extra külön díjat elhozni, úgyhogy mindenképpen figyeljük majd a versenyt, és együtt dobban a szívünk érted. Köszönjük, hogy köszönjük itt voltál. Szépen.
Kedves nézők, Tündérkerti Szép Napok címmel eszé konferenciát és emlékünnepséget szervezett a Lubi Társaság a Nagyari Lubi Kastélyban. A következő percekben erről következik egy összeállítás. Antik rózsakert öleli körbe a Nagyari Lubi Kastélyt. E kastély épületnek irodalmi jelentősége is van. Ez a táj ihlette Petőfi Sándort a Tisza című versének megírására. De hogy került Petőfi Nagyarba? Amikor a Petőfi életrajzot nézzük, és annyit tudunk, hogy augusztus végén Petőfi elindul Budáról, Pestről pontosabban, mert menni akar a szeptember 9-i SZD országgyűlésre, hogy ott elmondja buzdító beszédét, közben gondolt egyet, és egy kis szatmári kitérőt tesz. Az amiatt volt, mert Obernyi Károly meghívta őt. Obernyi pedig hogy is került Pestre? Hát úgy, hogy Obernyi 37-től 41-ig sekében élt, 41-ben a család felköltözött Pestre, ő is jött vele, és ott ő összeismerkedett a pesti ifjakkal, többek között Petőfi Sándorral, a Tízek Társaságának tagja is lett, és amikor jött egyszer haza, vagy azért, mert ő is ott egy kis plágiumperbe keveredve próbálta a fejét kiszellőztetni és megnyugodni, Szatmárban mindenki megszokni, ide érdemes jönni. Bármilyen gondunk, problémánk van, ez valóban így van. Én, ha jót hallok, Nagyarban és itthon vagyok, egy hétig mindig lebegek fél méterre a föld felett. Nagyon jó érzés. Hát ha nem, akkor meg romokban vagyok, de aztán megint jövök, és akkor megint felgyógyulok. De az a lényeg, hogy valószínűleg emiatt jött haza, vagy csak egyszerűen intézni még a költségének az ügyeit. Mondta Sándornak, gyere velem barátom, most megmutatom neked. Ő viszont azért akart jönni, mert Kölcsey Ferenc sírja előtt már régen szerette volna kegyelétét elróni. És amit a mondunk és hézag van az irodalom történetben, hogy szeptember 1-én még tudunk Petőfiről, meg szeptember 7-én tudjuk megint, hogy megy egy út, az úton ugye Szatmárnémetitől Nagykárolyba egy szekér, és ott ül rajta a Papende mellett Petőfi Sándor. De mi történt a körbedévő 5 napban? Hát elmondom. Azt, amit mi már nagyon régóta tudunk, meg is írtam már egy másik helyen, hát aztán majd figyelembe veszik, vagy nem. Hát itt volt mi nálunk, pontosabban csekébe jött el először, mert ez volt az első útja. Van egy levélboríték, pontosabban mutatja, hogy úgy címeztette magának Egressy Gáborral, Nagykárolyon át csekén. Tehát ott akarta utolérni magát az első postával. Csekébe mentek, de hát Obernyiknek jó barátja volt, ami Lubi Zsigmondunk, aki akkor 19-20 éves nemes ifjú volt. Amikor megismerkedtek, utána természetesen már megnősült, nősember volt és Fülpesdalócon lakott, de még mindig visszajárt ide Nagyarba gazdálkodni. Ott a csekei temetővén fái alatt Kölcsey sírjánál összebarátkoztak, és rögtön adta a lehetőség magát, hogy gyere Sándor barátom, nézd meg a mi nagyari kúriánkat, ismerkedj meg a nagyariakkal, a családunkkal, két fiú testvéremet még itt, és akkor átjöttek ide. És attól kezdve datálódik, tehát 46. szeptember első napjaitól, amikor a Tiszát is írta, és nem október elején, amikor csekébe jött, amikor borús, ködös őszi napok, ereszkedik le a felhő. Hát kinek van kedve ilyenkor nyári napnak alkonyolatáról írni? Márpedig Petőfi annyira epikus alkat volt, és annyira jó megjegyezte a dolgot, biztos készített skicceket is hozzá, hogy amikor én megtaláltam, 1856-ban készült, nem megtaláltam, mert akkor lehetett hozzá férni az 2000 környékén, ahhoz a térképhez, még az osztrák Labanc geodéták készítettek a 19. század közepén, a második katonai felmérésen, 10 évvel később készült, mint ahogy a Petőfit járt nálunk, de ha az ember végignéz minden elemében, annak a költeménynek ott van minden sora, még a sarjúrendet is berajzolták, na ezt most képletesen mondom. Magyarán ekkor kezdődik a barátság, és annyit tudunk, hogy az egész Lubi család minden generáció nagy szeretettel őrizte Petőfi emlékét, sőt, azokat az iratokat is, amelyek Petőfitől származnak. Ezeket majd fénymásolatban már, nemes másolatban, megkaptuk az engedélyt, a Nagyari Galériában meg lehet látni. Kedves nézőink, a műsor elején említettem még két települést, Máté Szalkát és Nagykállót, ahová mindenképpen elvisszük ma önöket. Ígérem, így is lesz, de csak a híradó után, maradjanak velünk. Csak úgy, mint az elmúlt 4 évtizedben, idén is megrendezték a Téka tábort Nagykáló harangodon. Üdvözlöm újra a Weekend nézőit! A népművészeti tábor baráti találkozások és családi nyaralások színhelyévé vált, ahol 6 napon keresztül tematikus programokkal és koncertekkel várták az érdeklődőket. Thank you.
Igen. Ha megállunk a tékatábor területén bárhol is, behunjuk a szemünket, rájövünk, hogy itt minden muzsikál. Annak ellenére, hogy hol a népi mesterségek hangja, hol az emberi énekszó húszik be a fülünkbe, mégis átható nyugalmat áraszt a közeg. Talán ez is a cél. Elmerülni a tevékenységben. Immáron 38 éve. Én még nem voltam itt ezelőtt, de valami elképesztő jó hangulattal találkoztam. Ez a tékatábor sajátja? Igen, ezt tudja nyújtani. Nagyon sokszor elmondom, hogy akkor Isten hozott titeket, és szeretettel köszöntelek titeket. Én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell élni egyszer ezt, amit ez a kis szívünk csicske itt Nagykállóban tud nekünk nyújtani, hisz ha körbenéztek és körbenéznek majd a kilátogatók is, tehát itt a gyerekek a különböző népművészeti hagyományokkal, mesterségekkel tudnak megismerkedni, és amikor eléggé elfáradtak, és azt gondolják, hogy most letáncolnák magukat, akkor pedig a hajnalig tartó táncháza külön a gyerekeknek, külön a felnőtteknek, és ami a legfontosabb, hogyha valaki két ballábasként jön ki, akkor is van erre lehetőség, hogy felnőtt oktatás, kezdő felnőtt oktatás, majd kezdő haladóba lépünk át, utána pedig a nagy csűrben tudja megmutatni hétvégére, amit egész héten tanult. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenben ki tudja élni magát, aki ide kijön és kilátogat. A gyerekek, amikor valamit saját kézzel elkészítenek, és utána büszkén viszik a nagyszülőknek haza, a nagyszülőknek is egy olyan élményt nyújt, hogy itt a szülők, amikor beszélgetünk, mondják, hogy szinte rá se ismernek a gyerekre. Ugye otthon mindig a telefon, a tablet, a számítógép, itt meg ide jönnek, és szinte eszükbe se jut, hogy a kezükbe vegyék. Én ezt gondolom, ezt a varázs tudja ez a hely. Az ország minden részéből jönnek. A legtávolabbi lakunk most, aki jött, az Kanadából. Kanadából jöttek haza, és már most itt vannak velünk második éve. Ott is megy a híre ennek a dolognak, hisz olyan baráti társaságok, civil szervezetek vannak itt, akik ugye minden évben július utolsó hete a Téka népművészeti tábor, tehát tudnak rá készülni már most. Egyre nagyobb sátorhelyeket, sátorvárosokat építenek ki maguknak, és ilyenkor megindul ez a bizonyos családok hívják egymást át egy közös programra, egy közös főzésre, egy közös önfeled beszélgetésre, és igen, ahogy fogalmaztál, tehát azt gondolom, hogy kellenek az ilyenek, hogy az életben annyit futunk, sietünk a munkánkban, hogy kell legalább egy ilyen hét, amikor leülnek és kikapcsolódnak még a szülők is, hisz azt gondolom, minden szülőnek megpróbáltatás azért minden évben, az évek során, akár a gyereknevelés is, meg ez a rohanó világ. Tehát itt egy picit le tudnak lassulni, és önfeledten tudnak beszélgetni, fröccsözni, és persze táncolni. Ahogyan utaltunk már rá, a tékatábor szerves része a zene. Leginkább a népzene. A fiúk zömében nem annyira szeretnek népdalokat énekelni, és én úgy látom, hogy azért ezt te nagyon jól csinálod. Köszönöm szépen. A gyerekkorom óta szeretem ezt csinálni igazából. Óvodáskorom óta éneklek is, és óvodáskorom óta táncolok is, és ezért a néptánc és a népzene szeretete, ez így megfogott ez az egész. És hanyadik alkalommal vagytok itt ebben a táborban? Hát én helyi vagyok, szóval elég régóta. Pontosan nem tudom, de szerintem már úgy 8-9. Alkalom biztos. Várni szoktad nyaranta? Nagyon. Főleg az elmúlt ilyen 2-3 évben már szinte egész évben ezt várom, hogy na most akkor mikor lesz már. Meg visszaszámlálás, meg ilyenek azért meg szoktak lenni. És amikor a pengetőt leteszed, akkor így sikerül elkalandozni egyéb tájakra? Kovácsmesterség, fafaragás, kipróbáljátok ezeket? Hát általában mindig megyünk ilyenkor agyagozni például, vagy nemezelésre, és ugye hát azért az is elég jó. Tehát szoktunk menni sokszor. Én azt látom, hogy maga az egész hangulat, és be kell, hogy valljam, hogy első alkalommal vagyok itt, egy nagyon-nagyon nyugodt és nagyon-nagyon baráti melegséget áraszt. Ez jellemző általában a tékatáborokra? Igen, nagyon jellemző, és hál' Istennek a szervezés is nagyon jó, és akkor amit mondtak a lányok is, hogy a bőség zavara van szinte, mert a foglalkozások ugye egy időben vannak, és akkor, hogy úristen, ezt is szeretném megcsinálni, azt is mindenhol, és akkor hát nyilván el kell dönteni, mindig azt mondom, hogy kinek mi a fontos, de
itt tényleg olyan tárház van, amit hogyha itt valaki nem találja meg azt, amiért eljött, meg a maga nyugalom. A tábornak az ikonikus épületek mellett van még egy sajátossága, vagyis inkább állandó lakója, az Ürge. A békés együttélés talán elképzelhetetlen lenne akkor, ha ide nem alkotni vágyó, az életet szerető és tisztelő emberek közössége jönne össze. Évről évre egyre több a gyermek, és Misi segített arra is fényderíteni, hogy pontosan miért. Te most vagy először a tékatáborban? Hát igazából amióta megszülettem, azóta, mivel apukám a nemezes, ezért igazából itt nőttem fel, ez ilyen hagyományos tábor magamnak már, így nekünk. És mit szeretsz benne a legjobban? Hogy nagy a tér, sok foglalkozás van, nagyjából. És mi az, ami ma elkészült itt? Ez egy kard lesz. Ha megtalálom, így lesz hozzá a markolata, nem biztos, hogy látszik. Egy tánccsűr. A tánccsűr oldala, csak fránya eső. De azért táncba be szoktál kapcsolódni? Igen, általában moldvai ilyesmibe szoktam bekapcsolódni. És miért pont a moldvaiba? Mert annak ilyen ütős ritmusa van. És barátokra is találsz itt a táborban? Igen, nagyon sokszor. Valaki épp tánc közben, mert mondjuk elesek benne, vagy ilyesmi. Egyszer volt ilyen. De van itt nagyon sok ismerősünk is. Hát a apukám a nemezes, így nagyjából mindenki ismer engem. Harangodon nagyon hasznos tudásra tehetünk szert a tekintetben, hogy hogyan tudjuk felhasználni a környezetünkben fellelhető nyersanyagokat. Mi is pontosan a gyékény? A gyékény az egy vízi növény, ennek van a barna buzogánya, amit össze szoktak téveszteni a sással és a náddal. Ezeket is fel lehet használni, de más a felhasználási területük. A gyékényt le kell vágni zöld állapotban, a napon ki kell szárítani, utána lehet tárolni éveken át. Felhasználás előtt szét kell szedni leveleire, és be kell áztatni, hogy puha legyen. És utána már csak egy speciális tű kell hozzá, semmilyen más szerszám nem kell. Ezek a tároló edények megtalálhatók ugye nagyanyáink pincéjében is, vagy éppen a kamrában. Azt lehet mondani, hogy a paraszti kultúrának része volt az, hogy ezek a tárolók elkészüljenek, tehát része volt a paraszti kultúrában ennek az anyagnak? Ez minden házban megtalálható volt, kivétel nélkül. Például ezek a szakajtó, a kenyértésztát tették bele, nem volt olyan ház, ahol ne lett volna. A kenyértartó ugyanúgy. Tehát ez teljesen elterjedt volt. Kiment a divatból, idős emberek meghaltak, elfelejtették. Mennyire tartósak ezek az eszközök? Hát nekem van egy olyan, ami az 1800-as évek végén készült. Tehát sokat, sokat kibírnak. Ami érdekes, hogy Polgár mellett, amikor az autópályát csinálták, ott találták meg a világ legrégebbi gyékény leletét, ami időszámítás előtt 5000-ben készült. Tehát egy nagyon ősi technikáról van szó. Ez a másik vízi növény, a sás. Ez is a gyékény mellett terem, és itt egy nagyon ősi szövőszéket lehet látni. Ugyanez a rendszerű szövőszék egyiptomi sírokba került elő, ilyen rajzon. Nem lehet tudni, hogy mit szőtek rajta, de ugyanez a rendszer, tehát nagyon ősi technika. Itt egy szőnyeg készül, teljesen elfelejtették. Most az utóbbi néhány évtized alatt ment teljesen feledésbe. Meghaltak az idős emberek, akik még emlékeztek rá, fiatalok pedig nem tudnak róla. Higgyék el, itt leginkább búslakodni nem érdemes. Viszont ha már muzsikával kezdtük, zárja a tékatábor riportját. Énekszó. A megye, sőt az ország határon is túlmutat a következő beszélgetés. Vendégünk Horváth Peti, aki nemrég ért haza Olaszországból, ahol egy bakancslistás álma vált valóra. Szia, jó estét!
Mégpedig a kerékpárosok poklát teljesítetted, ugye? Így is emlegetik ezt a kerékpáros eseményt, ahol te részt vettél. Na hát mi az oka ennek az ördögi címnek? Mesélj egy picit. Emlékezz vissza, hogy szilveszter után voltam itt egy 800 kilométeres tekerés apropójából, és akkor mondottam neked, hogy tervezek egy ilyen Alpok körutazást. Gyakorlatilag ezt az álmomat váltottam valóra, de nem is egyedül mentem, hanem a két barátommal, úgyhogy váltottuk valóra, mert mind a hármunk elképzelése az volt, hogy a legendás Giro d'Italia emelkedőt úgymond meghódítjuk. Tulajdonképpen úgy tudom, hogy de aztán utána együtt mentetek, de mindenki a saját szintjét teljesítette, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egymás nyomába voltatok a bicajokkal, hanem mindenki elindult. Azt tudom, hogy itt ugye nem is az összkilométer számít, hanem gyakorlatilag az a szintemelkedés, amit az útvonal során ti teljesítettetek. Hány nap és összesen hány ezer méter van benne ebbe a bringába? Azért mentünk külön, mert külön más-más kerékpárokkal mentünk. Tehát nekem egy országúti kerékpárom van ezzel a slick gumival, én csak országúton tudtam menni, viszont a barátaim telepen teljesítették a távot, ami talán azt mondom, hogy néha gigantikusabb volt szintemelkedésben, mint amit én az országúton mentem. Na mennyi volt ez? Pontos métereket nem tudok mondani, mert nem is az volt a cél, hogy most a mai nap teljesítsek 2-3 ezer métert, hanem egyáltalán feljussak a tetőre. Tehát voltak olyan emelkedők, ahol 12%-ról indultunk, és 20% volt a vége. Áldó Krisztus szobor megvan Tarcalon? Igen. Körülbelül olyan utat képzelj el, ahol gyalog nehezen tud felmenni az ember, és ott mi kerékpárral mentünk fel. Na hát ez nem is menne azért mindenkinek, valljuk be, sőt még az olyan rutinos versenyzőknek sem, mint te, hogyha azért ezt nem előzi meg egy felkészülés, ugye te is, ha jól tudom, itt Erdőbényén és Kékestetőn edzettél. Mit javasolsz annak, akinek hasonló bakancslistás álma mondjuk ez, hogyan lehet felkészülni? Magyarországi körülmények között borzasztó nehéz, mert hiába, hogy teljesítünk egy napi limitet, például kilométerben vagy szintemelkedésben, de amikor az ember ott van kint és 3000 méter magasságból lenéz, és nincs védőkorlát, azért az más. Tehát mi Kékestető is 1014 méter magas, de rengeteg fa van, és látunk úgymond az Alföldre, de még sincs akkora óriási térhatás, mint például fent a Stelvion. És ráadásul ugye, ha jól tudom, neked van egy tériszonyod. Hát bizony. És ezzel hogyan tud az ember megküzdeni, vagy annyira mindenkit akar a cél, hogy teljesítsd ezt a bakancslistás álmot, hogy ilyenkor aztán az ember a saját félelmeit is leküzdi? Van, amikor sikerül, de azért a sejem befogott, mondjuk így, de valamikor nem sikerül, és akkor ott összeszorított fogakkal. Például, amikor a Mortiróról jöttem le a 83,4 km/h sebességgel, amiről nem is tudtam, viszont olyan meredek volt a hegy, hogy folyt rólam a víz, pedig 5 Celsius fok volt. Igen, hát gyakorlatilag ugye ide, ott fönn a csúcson ez az 5 fok, hát azért ez egy téli hőmérséklet. Igen. Mindeközben, mikor pedig elindult lent, akkor gondolom, hogy nem tudom, hány fok volt, 30 körül? Egy 25 Celsius fokban indultunk el délelőtt. Hát azt tudni kell, hogy ilyen magasságban azért már a hegyeknek gyakorlatilag egy önálló időjárása van, tehát bármikor leesett a hó. Épp most néztem, pontosabban tegnap, hogy a Stelvion, ahol voltunk pár héttel ezelőtt, leesett több centiméter hó gyakorlatilag néhány órán belül. Gyakorlatilag akár erre is fel kell készülni, vagy nem lehet felkészülni, tehát azt gondolom, hogy egy-egy ilyen eseményen nagyon sok olyan előre nem várt dolog lehet, ami igazándiból egy mentális kihívás, túl azon, hogy persze nyilván az is a fizikai dolgokat is egy picit tovább bonyolítja. Említetted ezt, hogy lefelé ugye 84 kilométerrel jöttél, tehát ez borzasztóan sok, aki rendszeresen kerékpározik, azért azt fel tudja mérni, hogy kerékpáron a 84 kilométer nem ugyanaz, mint a gépjárműben ülsz. Ez kifejezetten célod volt, hogy a saját gyorsasági rekordodat meg dönts, vagy pedig pont nem az volt a cél, hogy most egy ilyen terepen? Ez abszolút nem volt cél. Egyetlen egy célom volt, hogy épségben lejussak a Mortirolóról, mert gyakorlatilag ő volt a legepikusabb hegy számomra, itt Bormióban.
nagyon szűk volt maga az út, és nem volt a legjobb minőség ráadásul. Viszont ezt úgy kell elképzelni, hogy amint elengeded a féket a kormányon, a kerékpár abban a pillanatban egy 30-40-50 km/h gyorsult, tehát egy szempillantás alatt. Tehát akkor simán 100 fölött is mehettél volna, ha nem használsz féket? Igen, én úgy gondolom, hogy a versenyzők, mi vagy ott versenyeket is rendeznek, simán 100 km/h felett teljesítenek. Na hát teljesítetted, úgyhogy megvan az újabb pipa, ha lehet ezt mondani, ami egyrészt megnyugvással tölt el, másrészt pedig egy ilyen sportforradalmárt, mint amilyen te vagy, úgy gondolom, hogy egy kicsit megint csak elkezd motiválni valami felé, és akkor nem tudom, hogy hogyan lehet ezt még fokozni, überelni, vannak-e olyan távok, olyan célok, olyan emberileg megtehető kerékpárral megmászható célok, amik mondjuk a szemed előtt lebegnek. Igen, egyébként már van is egy elképzelés, konkrét emelkedőt vagy hegyet még nem tudok mondani, de a napokban ültem össze a barátommal, akivel voltam kint Bormióban, és már azon agyaltunk egy finom kávé közben, hogy hova kellene ismét elmenni, és melyik hegyet kellene meghódítani. Tehát hamarosan úgy tervezzük, hogy ismét nyakunkba vesszük a világot. Tehát akkor egy darabig itt vagy Magyarországon, felkészülsz, és akkor tekersz tovább. Mondhatjuk azt, hogy ez már téged elvitt, ez a szenvedély? Abszolút mértékben igen. De azért itt vagy, és az edzéseket is ugyanúgy csinálod, és ugyanúgy fontos neked az, hogy az egészséges életmódot és a sportot azt átadd azoknak, akik tudnak szintén veled együtt gondolkodni, együtt lélegezni. Úgyhogy tehát van a mindennapi kihívás, ahol másokat mentesz meg, és van a saját szenvedélyed, ahol pedig ilyen őrült célokat tűzöl ki magad elé. Hát Peti, szívből gratulálunk. Mennyi kilométer van most ebben a járgányban, amit behoztál ide nekünk a víkendben? Ebben az évben? Körülbelül, ha jól emlékszem, akkor 6000 kilométert regisztrált most nekem vissza. Van egy alkalmazás, és 6000 kilométerről küldött nemrég egy ilyen visszajelzést, hogy gratulál ebben az évben, eddig ennyit teljesítettem. És maradsz ennél a típusú kerékpárnál, vagy esetleg elképzelhető az, hogy te is például egy ilyen terepbiciklire pattansz majd? Hát elsősorban maradok ennél, és akkor emellé érkezik majd egy terepkerékpár. Na, hát akkor emeljük a tétet, ha lehet ezt mondani. Peti, szívből gratulálunk, és balesetmentes további célokat kívánunk. Köszönöm szépen. Mi Petivel még beszélgetünk egy kicsit, önök azonban Máté Szalkán kalandozhatnak tovább, ahol a várossá válás 54. évfordulóját ünnepelték nemrég. A díszünnepséget Buzogány Béla színháza és sztár vendégeinek műsora követte, ebből mutatunk egy kis részletet. Az asszony tönkre tesz, vigyázz, hogy el ne vesz. Az asszony nagy veszély, meg egyre nő, nő, nő. Vigyázz, csak vigyázz, az asszony okon vigy, az asszony összetör, meg kínos, meg gyötör. Az asszony tönkre tesz, vigyázz, hogy el ne vesz. Az asszony nagy veszély, meg egyre nő, nő, nő. Vigyázz, csak vigyázz, az asszony okon vigy, az asszony összetör, meg kínos, meg gyötör. Az asszony tönkre tesz, vigyázz, hogy el ne vesz. Az asszony nagy veszély, meg egyre nő, 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 nő. Vigyázz, csak vigyázz, az asszony okon vigy. Ahol az ember bemászik a fára, ott ülünk madárra, ott van Budapest. Ahol a sárga villagosok járnak, a boltok bezárnak, ott van Budapest.
ahol vasárnap rám az otthon gondol vár a babát, ahol a zsebú bombom-bombom-bomba jár a mamát, ahol az ember bemászik a bára, ott ülül madárra, ott van Budapest. Rákóczi út, József körül, itt a New York, ott a zsebú, ahol az ember bemászik a bára, ott ülül madárra, ott van Budapest. Ahol a sárga, mivel mozog járna, a boltok bezárna, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az kokon, gondom vár a babát, ahol a zsebú, bombom, bombom, bomba jár a mamát, ahol az ember bemászik a pára, ott ürül madárra, ott van Budapest. Isten ül az ölembe, húzhatom a fülembe, összetélek végig a napvilágra. Mert az emberi tyókás, mint tyókás fülde, Petőfi színhajnalban a krumpli csőssze. Apukaci határon, ad nekem egy cigányom, megköltöm a pénzem patikára. Apukaci határon, ad nekem egy cigányom, megköltöm a pénzem patikára. Isten ül az ölembe, húzhatom a fülembe, összetélek végig a napvilágra. Yeah.
igazi Siám, ahol minden megkasz, de soha nincs hiány. Ha valami számít, az a dollár, no de ezt nem mondhatnám, hogy új lemez. Ma éjjel Bangkok szíve érted repes, a zene lüktet, mint a halánték. Ma éjjel jöjjön el és többször szeres, ki tudja utoljára talán még. Erre felé minden percet ajándék. Bakók, sikamos a boholja, meleg és lágyít, nem kell ruha, tudomány. A szerelem a keleti és erotikus vasszágy, gyere vele megrázó! Ma éjjel Bangkok szíve érted repes, a zene lüktet, mint a halánték. Ma éjjel ölejárt is többször szeres, ki tudja utoljára talán még. Életedben minden perc egy ajándék. Mert tovább a taps, biztosan tudjátok a szöveget, hogy is van. Lehetsz király, hiába vagy, a mosolyod úgyis az arcodra fagy. Királynak lenni az mámorító, de mi tudjuk azt, mi az igazi jó. Szegény fiúk, ott legfelül, addig aranyban, de tök egyedül. A hatalom nyűk, csak ostoba lánc, amíg itt lenn, folyt a szabad a tánc. Mámorhoz is kéjjel kínálni, mert száj és fájú szempár, csukhat csattal lábon, röppen gondrát, csusszan ágyú dörleni. Csak ahogy jobban esik, az sem baj, ha meg is esik, mert azt, ami élvezem, tizsegesd a tested lelket. Mámorhoz is kéjjel kínálni, mert száj és fájú szempár, csukhat csattal lábon, röppen gondrát, csusszan ágyú dörleni. Ahogy jól esik, nem baj, ha megesik, kedves nézőink, ennyi fért a mai weekendbe, de tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időben, újabb színes témákkal érkezünk majd. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!